Zenére népi viseletben vonultak a kaposzegcsőiek a településen szombat délután. Szüreti fesztivál tartottak a hagyományok szerint, amit a Német Nemzetiség és a Kaposzegcsői Önkormányzat szervezett. A helyi iskola tornatermében állították fel a színpadot a rossz idő miatt. Kaposzegcsőn évtizedes hagyománya van a szüreti felvonulásnak. Minden évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezi, most már pár éve a Sima Önkormányzat is beszáll ennek a segítésébe. Azóta kicsit nagyobb volumenű ez a rendezvény. Gyakorlatilag ezt a közösségi háznál szoktuk szervezni, most a rossz idő miatt átterveztük ide be a tornaterembe. Szerencsére kegyes volt az időjárás, és mégis tudtunk menni egy kört, tehát meg volt a felvonulásunk, most pedig kezdődnek itt a műsorok, ahol a Bonyhádi, a Nagymányoki Német Nemzetiségi Tánccsoport, illetve a Kaposzegcsői Iskolának a tánccsoportja, valamint az óvoda lépnek fel. Kaposzegcsőn vannak borosgazdák, igen, minden évben tavasszal van is bor és pálinka versenyünk, most is ajánlottak fel saját borukból gyakorlatilag a gazdák kínálót, illetve ugye szeretnek az emberek kijönni erre a rendezvényre. Gyakorlatilag ide most egy ilyen 1000 főt várunk körülbelül a mai napon. A II. Világháború előtt sok német nemzetiségű család élt a községben, tudtuk meg a Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől. A kitelepítés előtt 1948. május 13-án telepítették innen a németeket, akik 1775 táján 9 család érkezett mindössze, és a háború előtt fele-fele arányba volt a magyar-német, és ezek nagyon jó közösségbe éltek itt együtt. Itt nem volt külön német utca, meg magyar utca, mint máshol. Ezt bizonyítja a két templom is, amelyek egymás mellett áll. És ilyen békességben, egymás mellett élésben éltek a magyarok, németek. Egy német ház, egy magyar ház. Egy német ház, és ez sajnos a háború idáig felborult, és jöttek a gyűlöletek, meg egyéb, és a kitelepítés után nagyon kevés. Az utóbbi népszámlálás 110 vallotta magát német anyanyelvűnek. Ezt a rendezvényt Kaposzegcső Német Nemzetiségi Önkormányzata már a 80-as évektől rendezte, és nagyon fontos a hagyományápolás, a múlt tisztelete, és ez a rendezvény, mivel a Szüret nem csak svábok laktak itt, nem csak a német nemzetiségi feladata, hanem a magyaroké is, és ezt az utóbbi években közösen a nagy önkormányzattal rendezzük, és nagyon jó együttműködés a polgármestere, és nagyon nagy segítség, hogy ezt nem egyedül 3 személynek kell felvállalni, mert ugye a Nemzetiségi Önkormányzat tagja mindössze 3 személy, és ezt nem csak nekünk kell felvállalni, hanem a faluval közösen, és ezt a standokat, ezt mindig kint szoktuk a falu helyszínein tartani, és nagy körbe végigvonul zenével, tánccal a faluba, de most az időjárás veszélye miatt nem bíztak abba, hogy jó idő lesz, én bíztam benne, és így ide beszorultunk a tornaterembe, és minden évben ezt megcsináljuk hagyomány ápolás céljából. És még egy verssel szeretném befejezni, ha a rózsák nyílnak, mondva ennél szebb. De százszor szebb, ha bort kortyolva nézel. Neki is bort inni rózsakertőrében, a rózsák még talán egy hétig élnek. Aranyborral színültig tölts a kancsot, s kínált kincsként a megfáradt szegénynek. Jelenleg a község népessége 1482 fő a 2021-es adatok alapján. Az itt élők 7,6%-a vallotta magát németnek a 2011-es népszámlálás során.